Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Kecskeméti Televízió híradóját látják hétfőn este 19 órakor. Nézzük a mai nap legfontosabb híreit röviden. Idén is a magyar nyelv és irodalom vizsgával kezdődött el az érettségi. Országosan több mint 73 ezer diák adott számot a tudásáról. Letették esküjüket az áprilisi parlamenti választáson mandátumot szerzett képviselők, így dr. Szeberényi Gyula Tamás és dr. Salasz László is. Több százan indultak el vasárnap délelőtt a 0 km kötőtől a tavasz köszöntő felvonuláson. A menet a Benkó Zoltán szabadidőközpontba tartott, ahol a városi majális programjait tartották. Idén is a magyar nyelv és irodalom vizsgával kezdődött el az érettségi. Az első érettségi napon középszinten mintegy 71 ezer, emelt szinten 2200 diák adott számot tudásáról. A vizsga második részében Szabó Magda novellájának elemzése és Janusz Pannonius Juhász Gyula vers összehasonlítás közül választhattak a diákok. A magyar nyelv és irodalom vizsga feladat sorával indult az érettségi 2022-ben is. Először egy szövegértési tesztet kellett megoldaniuk a diákoknak, ami egy 1999-ben kiadott szótár előszavához kapcsolódott. Ezután írniuk kellett egy rövid érvelést az iskolai memoriterekről, vagy diák önkormányzati tagként osztálykirándulásokról fogalmazhattak meg hozzászólást. Végül pedig két műelemző feladat közül választhattak, vagy Szabó Magda novellát elemeztek, vagy összehasonlítottak Janusz Pannonius költeményét Juhász Gyula versével. Szerintem nem voltak nehezek a feladatok, hasonlított nagyon a tavalyira, amit mi már nagyon sokszor megoldottunk, és az nem volt nehéz a szövegértés része, majd ugye következett a novella elemzés, vagy a vers összehasonlítás. Én a novella elemzést választottam, én igazából órán is mindig én fejeztem be talán a leghamarabb. Az első feladatlap megoldására 90 percet, a másodikra 150 percet kaptak az érettségizők. Én az érvelés mellett döntöttem, és szerintem nagyon kedvező témát kaptunk, hiszen a memoriterekről kellett érvelnünk mellette vagy ellene. Én mellette érveltem. Az általunk megkérdezett diákok a magyar érettségitől féltek a legkevésbé, hiszen itt anyanyelvünkről van szó. Amikor fölmentünk a terembe, akkor kicsit izgultam, de talán a magyar volt az, amitől a legkevésbé félek, mert az az egyik olyan tantárgy, amit nagyon is szeretek, meg szerintem viszonylag jó is vagyok belőle. Az országban több mint 73 ezer diák vizsgázott a mai napon, közülük mintegy 71 ezeren középszinten. A magyar nyelv és irodalom vizsgákat holnap a matematika, szerdán a történelem írásbeli követik. Bölcsőde épül Széchenyi városban, az új intézmény 56 férőhelyet biztosít majd. A témával kapcsolatban lakossági fórumot tartottak ma. A tervek szerint a kivitelezés május első felében kezdődhet el. A négy csoportos bölcsőde a Bajza utca és az Aranyforint utca kereszteződésénél található 600 négyzetméteres területen épül majd. Egy parkoló is létesül, 12 rendes és egy akadálymentes parkolóhelyel. Fontos szempont, hogy az új intézmény minél kevésbé zavarja a lakókat, és hogy az építkezés minél kevesebb fát és zöld területet érintsen. A mai lakossági fórumon Engert Jakabné alpolgármester elmondta, szükség van bölcsődei férőhelyekre, igyekeznek minden igényt kielégíteni, a cél, hogy minél egyszerűbb legyen a bölcsődei szolgáltatás elérhetősége. A fórumon elhangzott Széchenyi város fejlődő városrész. Többek között épül az Akadémia körút, Nyíri út körforgalma, a Tömörkényi utca megújult és elkezdődött a Károly Róbert körút megépítése, valamint az Irinyi út folytatása is hamarosan elkezdődik, annak érdekében, hogy Széchenyi város forgalmát csökkentse. Az új intézmény várhatóan 2023. szeptemberére készülhet el. Letették esküjüket az áprilisi parlamenti választáson mandátumot szerzett képviselők, így dr. Szeberényi Gyula Tamás és dr. Salasz László is hétfőn. Ezzel megalakult az új parlament, és a 2018-ban alakult kormány megbízatása megszűnt. A képviselők a történelmi zászlók előtt tettek esküt. A demokratikus koalíció képviselői csak a mandátumigazolás és az eskütétel idejére jelentek meg az ülésteremben, azt követően azonnal távoztak, épp úgy, mint a Momentum képviselői, írja az MTI. A parlament 196 igen szavazattal egyhangulag igazolta a képviselők és a nemzetiségi szószólók mandátumát.
A parlamentnek 199 képviselő a tagja, közülük egy nemzetiségi képviselő. A ház munkájában 11 nemzetiségi szószóló is részt vesz. Mint ahogy Facebook oldalán Szemereinél Pataki Klaudia polgármester írta, nehéz időkben is a nemzeti ügyek mentén. Ma tartja alakuló ülését az országgyűlés. Isten áldása legyen megválasztott képviselőink munkáján. Kecskemét városa készen áll a megkezdett munka folytatására. Több százan indultak el vasárnap délelőtt a 0 km kőtől a tavaszköszöntő felvonuláson. A menet a Benkó Zoltán szabadidőközpontba tartott, ahol a városi majális programjait tartották. Több százan indultak el a 0 km kőtől május 1-én a tavaszköszöntő felvonuláson. A Kecskemét Tánc Együttes és a Hegedűs Együttes felvezetésével indult meg a tömeg a május 1-i ünnepi forgatagra a Benkó Zoltán szabadidőközpont Tóhotel felőli részéhez. A szabadidőközpontba érkezőket elsőként a május fa körbetáncolása várta. Az érdeklődőket színes választékú programkínálat fogadta a szabadidőközpontban. Minden korosztály számára készültek a szervezők, ilyen volt a gyerekeknek többek között a Vidám Park, a Gyermekzsibongó, a Cirkuszpark, a gólyalábasok, a kézműves foglalkozások, vagy éppen a vásári forgatagok. A felnőttek számára pedig az Inverz, a Kultúrkör, vagy éppen a No Sugar zenekar koncertje. De kitelepült a helyszínre a Magyar Honvédség is, illetve aki szeretett volna szűrővizsgálatokon is részt vehetett. Az eseményen fellépett a TST Tánc Stúdió, volt gyepsó és térzene is. A majálisra kiérkezőket számos program, játék, zene és sok választékú árusító bódék várták. Az eseményről bővebb összeállítást láthat ma kiemelő magazinunkban. Vadaskerti majális és anyáknapi fesztivált tartottak vasárnap a kecskeméti Vadaskertben. A számos program mellett több örömhírt is ünnepelhetett az állatkert. Egyrészt új gyűrűs farkumakik születtek, másrészt pedig az első negyedévben rekordot döntött a látogatói szám. A gyerekeket arcfestés, trambulin, látványetetés és bábelőadás. A felnőtteket pedig Mário harmonika előadása és több koncert is várta a kecskeméti Vadaskertben vasárnap. Ekkor tartották meg ugyanis a majálist és az anyáknapi fesztivált, ahol a 9 hónaposoktól a 99 évesekig mindenki megtalálta a maga programját. A fókuszban természetesen az édesanyák voltak. Az anyáknapi köszöntés az virágokkal is történik, illetve a színpad mellett külön van az anyák részére egy kis pihenő rész, ahol a megfáradt, a gyerekek csintevéseit kordában tartó nagy munka mellett a koncerteket külön kis nyugágyokban élvezhetik. Egy igazi anyáknapi meglepetés is történt a Vadaskertben. Két gyűrűs farkumaki is született. Tokovics Tamás elmondta, számukra is különleges nap volt a vasárnapi, ugyanis akkor derült ki, hogy rekordot döntött az állatkert. Az első negyedév mindegyik hónapjában csúcsot ért el a látogatói szám. Az első 4 hónapban már 30 ezeren túl vagyunk. Ez annak függvényében nagy szám, hogy például 10 évvel ezelőtt egész évben voltak 50 ezeren, és már most túl vagyunk a 30 ezeren. És még a java most jön, hiszen a igazi időszak az a májustól kezdődik. Már előjelzéseket kaptunk, rengetegen keresnek bennünket, hogy jönnek osztálykirándulásra, tehát a május hónap az osztálykirándulásokról szól. Júniustól pedig a táborok kezdődnek. A legnagyobb forgalom júliusban és augusztusban várható. Különleges anyáknapi workshopra került sor szombat délután a Cifra palotában. Ékszereket készíthettek, de egy rendhagyó tárlatvezetésen is betekinthettek a résztvevők. A Magyar Géniusz Vándor kiállítás, magyar történelem és művészet női motívumaiba értékeibe. Mángorló, női bőrmelles, ezüst pénznyakék, főkötő, késő bronzkori diadém. A Magyar Géniusz számos a nőiesség témakörébe tartozó műtárgyat tartalmaz. A Cifra palota különleges workshopján a nagymamák, az édesanyák és lányaik a magyar történelem és művészet női motívumait és értékeit is megismerhették szombaton. Ha a régészeti tárgyak közül indulunk ki, akkor rögtön ékszerek, párták, tehát olyan
fém tárgyak, amik a nőkhöz kapcsolódnak, de a néprajzi részben is nagyon-nagyon sok tárgy található ebben a témakörben. Külön a nőiesség témakörét veszi alapul a néprajzi tájegység egyik része, ahol főkötők, ruhadarabok és szintén ékszerek láthatók. Egy Mária szobor pedig szintén az anyák tiszteletét szimbolizálja. Az igazgató helyettes elmondta, május Mária hónapja, erre épülhetett rá az anyák napja kultúrköre. A különleges anyáknapi workshopon a nagymamákat, az édesanyákat és lányaikat várták saját ékszerük megtervezésére és elkészítésére. Ahhoz már talán hozzászokhattak a látogatóink, hogy nagyon sok gyerekprogram van itt a Cifrapalotában, gyerekeket sokféle foglalkozással várjuk. Most úgy gondoltuk, hogy a Géniusz kiállításhoz egy egész workshop sorozatot indítunk, ahol azokat a technikákat vesszük elő, amik a kiállításban látott tárgyakon megjelennek. Így most az ékszereket vesszük górcső alá, és kifejezetten az édesanyáknak kínáljuk ezt a programot egy kis feltöltődés, kikapcsolódás céljával. A jövőben a workshop sorozat folytatódik. Ezen a héten csütörtökön hímzéssel, rá egy hétre pedig a kerámia és mézes kalács díszítéssel várja Cifrapalota a vendégeket. Már 12. éve zajlik a Magyar Örökség Díjas Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program. A magyar gazdák adománya idén is több tízezer honfitársunkon segít majd. Vasárnap Kalocsa 40 szálláson tartották meg először a búzaszentelést, hogy minél több és jobb minőségű búza teremjen idén. Körmenettel vette kezdetét az a búzaszentelés, melyet először tartottak meg hagyományteremtő szándékkal a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program kapcsán 40 szálláson. A Magyar Örökség Díjas program azzal a céllal jött létre, hogy minden magyar asztalára jusson az isteni ajándékból, a kenyérből. A program immáron 12 éve a nemzeti identitásért, magyar hagyományokért, és nem utolsó sorban a nemzeti összetartozásért küzd. A magyar gazdatársadalom minden évben tanúbizonyságot tesz, hogy a nemes cél érdekében egységként egyerőt képviselnek. Gáspár Ferenc azt is elmondta, most kell csak igazán megmutatnunk, hogy mekkora erőt képviselünk együtt. Keleten háború, nyugaton keresztényüldözés zajlik. A magyar gazdáknak pedig az a feladatuk, hogy megjavítsák ezt az elromlott világot. Ezt hivatott szolgálni a Magyarok Kenyere program. Jakab István, az országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke a helyszínen azt mondta, a program a magyar gazdák lelkéből fakad, ők indították útjára a gyűjtést a nemzeti összetartozás érdekében. A magyar nemzet, amelyiknek határai nem esnek egybe a nemzeti és az ország határai, erős nemzetként, erős hittel, kitartó szorgalommal, a magyar gazdák által biztosított erős pillérrel járul hozzához, hogy az ország erős legyen, hogy a nemzet erős tartó pillére legyen, és valamennyi magyarnak igazi otthonát biztosítsa. Minden évben több ezer gazda fog össze, hogy segítsenek az arra rászorultaknak. A program keretében Magyarország területéről és a Kárpát-medence magyar lakta régióból ajánlanak fel búzát, határon innen és túli magyar gyerekeket segítő szervezetek számára. Hála a magyar gazdáknak, mostanra az egész Kárpát-medencében elmondhatjuk, egy kenyéren vagyunk. A gazdák által tavaly közel 1100 tonna gabona gyűlt össze. Idén kiemelten a kárpátaljaiaknak fogják küldeni a búzát liszt formájában, de vetőmagot, műtrágyát is biztosítanak a magyar gazdák a háború elszenvedői számára. A gondviselésre való ráhagyatkozás. A búzaszentelési ünnepséget szentmisével zárták a 40 szállási templomban. Három személygépkocsi ütközött össze az 52-es főút Fülöp-szállási szakaszán vasárnap este. A balesetet okozó sofőr megsérült. Teljesen összetört az a három személygépkocsi, ami összeütközött vasárnap este az 52-es főút Fülöp-szállási szakaszán.
Egy Opel személyautó balra, a település felé kezdte meg a kanyarodást, a mögötte haladó Toyota és BMW lassítottak, majd megálltak. Ezt későn észlelte az őket követő Mitsubishi, és hátulról beléjük csapódott. A balesetet okozó sofőr megsérült, őt a kiérkező mentők a Kecskeméti megyei kórházba szállították. A helyszínen is félpályás útzár mellett zajlott, rendőrök irányították a forgalmat. A baleset körülményeit a kiskörösi rendőrkapitányság vizsgálja. Több motoros baleset is történt vasárnap a délutáni és esti órákban. Kiskunfélegyháza határában egy motoros súlyosan megsérült, amikor egy autóval ütközött össze. Őrkén térségében pedig egy kecskeméti motoros férfi életét vesztette, amikor egy személyautóval ütközött. A Kiskunfélegyháza határában történt balesetben Tiszaalpár felől haladta a motoros, amikor egy kanyar után a szemből érkező autós későn vette észre, amikor balra ívben akart kanyarodni, és a motoros a kocsi oldalának ütközött. A motoros férfit súlyos sérülésekkel szállították a mentők kórházba, az autó vezetőjének nem esett baja. Az Örkén térségében történt balesetben egy 75 éves hernádi férfi az általa vezetett személygépkocsival a 18-as kilométer szelvényben a Bartók Béla út és a Rákóczi út kereszteződésénél egyelőre ismeretlen okból összeütközött egy motorkerékpárossal. A baleset következtében a motort vezető 46 éves kecskeméti férfi a helyszínen meghalt. A baleset körülményeinek vizsgálatát a Dabasi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztálya munkatársai megkezdték. Új mozgásélményben lehet részük a kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak. Ma vették birtokba a gyerekek az új egyedülálló dekorpályát. A különleges pálya új mozgásélményt nyújt a gyerekeknek. Nagy örömmel vették birtokba a gyerekek az aszfaltra festett pályát a Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola udvarán. Izgalmas, jól el tudnak szórakozni rajta a kicsik. Az izgalmasabb, fejleszti a készségeket, meg jó vele játszani. Kicsiknek is szerintem jó, meg nagyoknak is. Az aszfalt dekoráció ötlete az intézmény vezetőjétől való. A betonra rajzolt pályán a gyerekeknek különféle alakzatok segítségével kell egyik pontból a másikba eljutniuk. Van, ahol ugrani kell egy nagyot, és van, ahol csak az egyik lábukat használhatják. A gyerekeknek a mozgás öröme, a fair play játék, és hát az együttes lét, meg a szabad levegő. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés. Én kívánom, hogy a többi iskolának is legyen ehhez öröme, bátorsága. A különleges szabadtéri játék azért is praktikus, mert nincs különösebb eszközigénye. Fejleszti a gyerekek képességeit és segíti a szabadidő értelmes eltöltését. Az aszfalt dekoráció a Petőfi Város gyermekeiért alapítvány segítségével valósult meg a gyermekek nagy örömére. Végtelenül fontos az, hogy a gyermekeknek mire van igénye, és ezen túl pedig a pedagógusok és valamennyi az iskolában dolgozó személynek az igényére odafigyelünk. Úgyhogy mi azon igyekszünk, arra törekszünk, hogy ezekben az élményekben benne legyünk. Nem kívülről szeretnénk szemlélni, hanem aktívan részesei kívánunk ennek lenni. Szeretnénk ezzel maradandó pozitív élményeket hozni. Ez az első aszfalt dekoráció Kecskeméten, de jövőbeli tervek között szerepel továbbiak kialakítása is. Ez az újfajta szabadidős tevékenység azon kívül, hogy fejleszti a gyerekek képességeit, új mozgásélményt nyújt nekik. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit, még egyszer röviden. Idén is a magyar nyelv és irodalom vizsgával kezdődött el az érettségi. Az első érettségi napon középszinten mintegy 71 ezer, emelt szinten 2200 diák adott számot tudásáról. Letették esküjüket az áprilisi parlamenti választáson mandátumot szerzett képviselők, így dr. Szeberényi Gyula Tamás és dr. Salasz László is. Ezzel megalakult az új parlament, és a 2018-ban alakult kormány megbízatása megszűnt. Több százan indultak el vasárnap délelőtt a 0 km kőtől a tavasz köszöntő felvonuláson. A menet a Benkó Zoltán szabadidőközpontba tartott, ahol a városi majáris programjait tartották. Különleges anyáknapi workshopra került sor szombat délután a Cifra palotában. Ékszereket készíthettek, de egy rendhagyó tárlatvezetésen is betekinthettek a résztvevők a Magyar Géniusz Vándor kiállítás magyar történelem és művészet női motívumaiba, értékeibe. Önök a híres híreket a Kecskeméti Televízió híradóját látták.
Mai híróránkat hamarosan Kiemelő című magazinunkkal folytatjuk, amelyben megmutatjuk, milyen volt a Covid-járvány utáni első majális hangulat a Kecskeméten. Vendégünkkel Hamzáné Lakó Judit szervezővel a közelgő helyi termékünnep Hungarikum Fesztivál programjáról is beszélgetünk majd. De ellátogattunk egy izgalmas kosárlabda gálára is a hétvégén, az ott tapasztaltakat is bemutatja mai magazinunk. Olvassák és nézzék hírportálunkat, a címe híros.hu. A híres híreket 20 óra 30 perckor és 22 órakor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és 9 órakor ismételjük meg. Ezen kívül a kecskeméti tv.hu weboldalon bármikor ismét megtekinthetik. Kedves nézőink, én köszönöm a esti megtisztelő figyelmüket, további szép estét kívánok, viszontlátásra! Kedden ismét fátyol és gomoly felhők zavarják meg a napos időt, délen csak néhol máshol több helyen előfordulhat záporzivatar. A szél csak zivatarok idején támadhat fel, hajnalban 5-12, délután 19-25 fok várható, de záporokat, zivatarokat követően hirtelen visszaeshet a hőmérséklet. Szerdán is több helyen, elsősorban északon és az Alföld középső és délkeleti részén számíthatunk záporokra, zivatarokra, melyeket felhőszakadás, jégeső is kísérhet. A délnyugati szél időnként élénk, zivatarok környezetében erős viharos lehet, hajnalban 5-12, délután 19-25 fok várható. Csütörtökön napos gomoly felhős időre készülhetünk, elszórt záporok, zivatarok északon, északnyugaton alakulhatnak ki nagyobb eséllyel. A déli szél mérsékelt, a Dunántúlon élénk lesz, délután 20-26 fok valószínű.